Erdőváros meséi, Bob kalandja. Írta Diószegi Judit. Illusztrálta Kálai Zsófia. Segítőtársak. Kántor ezredes, Zabola Zoli, Melanzs, Bob és Tangó már vagy 2 órája menetelt, amikor az ezredes hirtelen megállt. Pszt! Valaki követ minket. Bob és én tovább megyünk, Zabola százados és Tangó, ti bújjatok el! Leleplezzük a gyanús alakokat, akik a nyomunkban járnak. A kapitány és Bob hangosan beszélgetve sétált tovább, hogy eltereljék a figyelmet. Eközben a százados és Tangó elbújt a bozótosban, az ösvény 2 szélén. Kisvártatva megérkeztek a követők. A terem buráját! Ugrott ki Zoli a bokorból, és szembe találta magát Róka Mikivel, Nyullillával, meg Medve Matyival, erdei iskolai tanítványaival. Zoli ugyanis bűnmegelőzési órákat tartott a suliban. Hát ti mit kerestek itt? Hallottuk, ahogy kántor ezredes elhívta Zoli bácsit, és segíteni szerettünk volna, sütötte le a szemét Nyullilla. Veszélyes helyre megyünk, korholta őket Zabola százados. Ha a mini kutya mehet, akkor egy medve is, harciaskodott Matyi. Bob vagyok, és nem szép, ha így vélekedsz rólam, érkezett vissza éppen Bob. Ne haragudj, csak a századost akartam meggyőzni, nem akartalak megbántani. És ahogy látom, nagyon fiatal vagy, nem neked való a veszély. Éppenséggel én vettem észre, hogy veszélyes hulladékot hordanak az erdőbe. Apukámmal vagyok, aki elkísért, mert tudja, hogy nyomozó akarok lenni. Ez így van, csatlakozott Tangó. Az erdő életéről van szó. Beleegyeztem, hogy amíg biztonságos, addig szaglásszunk egy kicsit, kacsintott. Nem bánom, gyertek ti is, sóhajtott Zabola Zoli. Kellett is ez neki. Most már 6 civilre vigyázhat. 1/2 óra erős séta után a patak felső szakaszához érkeztek. Megdöbbenve látták, hogy a pisztrángok szomorúan úsznak a part mellett. Költözni készültek. Hová mentek? Tudunk valamiben segíteni? Szólította meg őket kántor ezredes. Pisztrángok vagyunk. A tiszta vízű patakokban, vizekben szeretünk élni, amilyen ez is volt egykor. Nézett egyikük bánatosan a barna foltokkal szennyezett vízbe. Ha itt maradunk, elpusztulunk. Valami történt a vízzel. Pont ezt szeretnénk kideríteni, válaszolt kántor ezredes. Ússzatok le a központig, onnan átszállítatunk benneteket a tóba, amíg meg nem oldjuk a helyzetet. Köszönjük! Élénkültek fel a pisztrángok. Bob és barátai érezték, hogy egyre közelebb kerülnek a szennyezés forrásához. Most már óvatosan kell tovább menniük. Bármelyik pillanatban rábukkanhatnak a szennyezés forrására, és ha szerencséjük lesz, arra járnak az elkövetők is.